A heti hetes mai hét tárja az Opel közreműködésével érkezett a felvétel helyszínére. Jó estét kívánok itt a stúdióban, és jó estét kívánok otthon a képernyők előtt is. Minden híresztelés ellenére ez nem az esküvőmnek a ruhapróbája. Ez a heti hetes, és mindjárt bemutatom a vendégeket, akik már felkészültek, hogy belecsapjunk. Tehát akkor Bajor Imre, Gálvölgyi János, Havas Henrik, Verebes István, Markos György és Fábri Sándor. És természetesen körünkben köszönhetem dr. Rónyai Zsuzsanna közjegyzőasszonyt. Kedves sokan! A közjegyzőasszony csak azért jött el hozzánk, hogy hitelesítse pecsétjével és jelenlétével a néhány héttel ezelőtt meghirdetett Heineken játék végkifejletét, mert hogy nekem más dolgom nincs, mint kihúzni azt a szerencsés nyertest, aki két kérdésre megválaszolt, de aki eddig látta már a heti hetest, az úgy is tudja, hogy milyen játéknak a végeredményét fogjuk itt közvetíteni, aki meg nem, annak meg teljesen mindegy. Tehát akkor nekem más dolgom nincs, mint kihúzni, ugye, a szerencsés nyertest? Egyetlen nyertest. Az egyetlen nyertest. Azért nagyon-nagyon fontos, hogy egyetlen nyertes, mert ez az egyetlen nyertes, ez 2 millió forint értékű amerikai utazást nyert. Név szerint Szabó Andrea. És hogyha megengedik, akkor felolvasom, mert hogy két kérdésre megválaszolt. Kedvenc műsorom a heti hetes, ezért is szeretnék gratulálni a közönség díjhoz, amit elnyert a műsorotok. Köszönöm szépen a hátulülőknek. De nem csak ezért írok, jelentkezni az általad meghirdetett játékra. Az első kérdése, hogy miért jöjjenek az űrlények a Földre, szerintem egyszerű. Természetesen nézzenek meg egy Csiszár Jenő által vezetett heti hetes című műsort. Majd így folytatja, arra a kérdésre, hogy mit hozzanak magukkal, szerintem egy olyan aranyos férfit, amilyen te vagy. Csiszár Jenő úszómester kidolgozott felsőtesttel kérdezi a közjegyzőasszonyt, hogy hiteles volt. Név aláírásommal és pecsétemmel hitelesen tanúsítom, hogy ő az egyetlen nyertes. Gratulálom! Javaslom, ne menjenek sem erre, ne tekergessék és ne kapcsolgassanak, mert néhány perc múlva visszajövünk. Ugye mondtam, hogy nem érdemes sokáig várni. Jó estét kívánok mindenkinek ismételten itt a stúdióban, itt a képernyők előtt. A garantáltan ennek az évezetnek az utolsó heti hetesét látják. És nem is nagyon akarom húzni az időt, de hát azért mégiscsak szilveszter révén, bármennyire nagyon-nagyon jól érzik magukat, én azért néhány e-mailt felolvasok így a kezdetén. Tisztelt heti hetes, az elmúlt adás alkalmával az anyósom majdnem megfulladt a nevetéstől. Azt kérem nagy tisztelettel, hétről hétre javuljon tovább a műsor. Bizakodva várom a hatást. Ez e-mail eljött? E-mail eljött. Az elég e-mailetlen néző lehet, akkor csak azért gondolkodtam. Egy diák néhány sorát olvasom fel, természetesen minden kommentár nélkül. Egy barátom kitalált egy versikét, írja, ami nekem nagyon tetszik. Fene augusztusát, következő sor. Csirem, csurom, bableves. Heti hetes. Ennyire nem rossz ez a műsor azért, szóval nem jó, de... Tanár úr, fölvesszük? Jenő, ahova maga jár. Oda sokan beférnek. Kedves József Attila ez a paliát. Egyetem. Ja, pardon. Kedves heti hetes, köszönöm egyébként. Kérem semmi. Boldogan, persze. Ránk számít. Hogyne, hát persze. Kedves heti hetes, ha úgy alakulna, hogy havonta egyszer jelentkeznének, soha ne hagyják ki Havas Henriket, és a műsor címét változtatják Havi Havasra. Akkor
Ez most egy új Always betét márka lesz, vagy nem tudom, mert havi havas, akkor az... Nem, igen. Személyi kultusz, ami itt kialakult, tényleg. Én mikor beszélek magamról? Hát ez az, talán ez ha az Imre, hogy mindig, gyakorlatilag. És végezetül egy őszinte, nagyon-nagyon őszinte néhány sor, nagyon gyenge műsor. Nem rólam van. Nagyon gyenge műsor, a további presztízs veszteségeket elkerülendő, abba kellene hagyni. Hát akkor mi elkezdjük. Első vendégem, Bajor Imre! Timbalmon Gálvölgyi János. Havas Henrik. Hát én mutogathatom, Berebes István. Berebes István! Bodyguardom. Érdekes, hogy senkire nem hasonlít a kormányból. De most miért hoztad, hogy megtanítson olvasni, vagy engem? Hát, szóval az a helyzet, hogy egyrészt a Fábri elhozhatja a kutyáját, ugye? Ez a legkevesebb. Farkasházi nincs itt, ugye felgyújtották a kocsiját. Nincs itt a Medgyesi, bedobták a kézigránátot az élet és irodalomhoz. De mi miért vagyunk itt? Az is nem olyan. Én kerülök sorra, és akárhányszor meg akarok szólalni, ő majd óvja a testi épségemet, igaz? Köszönöm. Nagyon sokba kerül ez a RTL-nek. De jó, el lehet beszélgetni vele. Ahogy látom. Eldumáltok? Semmi, nem semmi. Nem, hát én most vezényelek. Már... Markos György! Nem akarsz inkább te is ideálni mellém? Ja, jó, csak nem. Hát te is egy ilyen... Igen, igen, de mára kiment belőlem a gyógyszer, tudod, úgyhogy kicsit. Fábri Sándor! És ahogy annak idején egyszer a műsorodban úgy konferáltad fel a kutyádat, hogy Norvég pulóverbe egy pitbull, tehát Bubi. Nem így konferáltam föl, de ez lényegtelen az ügynek a szempontjából, Bubi a műsorban gyakorlatilag nem szerepel, viszont örömmel hallom, hogy a mikrofonom megjavult, aminek a zsinórját viszont a bodyguard kirúgta. De én közben megszereltem. Tehát ezek a pici kis apró kalandok, amelyek így főszerezik, csak így a kedves nézőket így informálnám ezen. Nem értelek, Sanyi. Más számára értéktelek kis forgácsokkal. Nem csak a te mikrofon... Igen. Megjavult, jó van. Már pedig az én pénzemért ő ne védje a nézők érdekeit. A Bubi egyébként pitbull gyapjú pulóverben. Na jó, hát csak kihúztam belőle. Tehát... Illegális munkavállalásért 19 magyar nőt utasította ki Mexikóból. Hát nem végezték rendesen a dolgukat. Akik eredetileg turistaként érkeztek, és feltehetően örömlányként dolgoztak munkában. Menjél már! Magyar nő! Hagyjad már! A nők 10 évig nem térhetnek vissza Mexikóba. Csak Panamába mehetnek. Csak az első az nem a, hanem így betű lesz, úgy Panama, hogy... Pedig oda... Nem, az a kis csikos pinamájuk van rajta. Te, Imi, hányszor voltál Mexikóban? Nem tudom, de most megyek januárban. Ezt a 19-et még elkapom, aztán... Nem, egyébként a lányok nem kerülnek sokba, de utána az orvos az igen állítólag. Nagyon jól megy a smoking ehhez, a bögréhez viszont, azt hiszem. Itt a nyugdíjas főpincének. Ahogy? Fesztiválján.
Mutattam, hogy farmerben vagyok? Nekem erről egy történet jut az eszembe, egy hapsi bemegy egy kemény kalapba, a bakancsba, és tök mesztelenül az idegorvos, azt mondja, Jézus, mert ezt mit akar? Én a bátyám ügyébe jöttem. Ennyi volt? Ja, nem ér. Nem kell mindig poént mondani. Egyébként de néha azért lehet, itt nem vagyunk. Néha. Európában a portugálok, a luxemburgiak és a franciák fogyasztják a legtöbb szeszes italt. A magyarok a középmezőnyben találhatók, a bajorokról meg nem szól a hír. Aki tapsolt az adás végén, majd itt várom. Ebben én hittem, hogy az első. Vagy humoros, izé volt ez. Mesélj még erről, kezd érdekelni. Na mindegy, ebben a hírben nem ő szerepel, hanem a tiroli nadrágos, zergetollas kiskalapom bajorok. Ez eszembe se jutott, de ez jó? Igen, de pedig ha érdekel benneteket, hogy... kultúr... históriai hiányosságaitok, fehér foltjait satírozgassam kissé. Akkor elmondom... És ő lesz mindannyiunk számára? Nem, nem. Neked én is már, gondolom, hogy értem már ilyenkor. Ahogy édesapám mondta, jó bab holtig danol. A jó pap volt, mindegy, lemaradtál. Nem érdekes, haladunk tovább. Jó, haladunk tovább. Tehát elől két gomban lehajtható tiroli nadrág, ugye, amelyen nem slitz tartózkodik, mint ahogy ezt az imént... Felvonó híd, szokták mondani egyen. Egy ilyen vár csapó híd tartózkodik, aminek az a lényege, hogy a klasszikus bajor sörkertekben az X-lábú asztalak alatt van egy bádog véletű, hát vájú, és hát amikor hát ők eleve ejnemász, tehát egy literrel indítanak rögtön sztereóba, tehát ilyen másfél vázsás emberek, el sem férnek már, tehát ott mindenki, úgyhogy, és akkor, hogy ne kelljen kimenni fárasztó munkával, a tiroli nadrágnak lehajtják ezt a csappant, ugyan, és a brét közvetlen ki lehet dobni, ez egy nagyon praktikus dolog. Na most én még önöknek nem mutattam meg, hogy mi van odalent. RTL csatorna. A lányok, hogy csinálják? Hogy ez jó kérdés, ez jó kérdés. Hát nem isznak annyi sört, hát azért ez inkább egy ilyen szilagy. Ja, így? Hát isznak, így isznak, meg mi lesz? Hát, apám mondta annak idején, hogy minden cseh vagy trombitás vagy dada. Ez ilyen monarchikus dolog, ugyanis annak idején voltak szoptatós dadák, ezt nem is tudják, hogy az úri... Ma is vannak! Hogyne! Szóval, én úgy véletlenül... hogy nem vagyok satírozzam a teljesen. Véletlenül valamilyen ügybe a nyolcadik kerületbe kellett... Itt kerül sor a havas történeteket. Soha, erre nem lesz idő. Egy anekdótát, de bancsanikám. A malátán alapuló őrületes sörkultúra rettenetes dudákat fejlesztett ki a hölgyeknek, ugye annak idején még el nem lehetett nektár sör, már csak ennyit akarok mondani. Én egyet szeretnék, ha ezt az egészet most lefordítanám csenyelni. Egy mondatra. Jesz pozdládni már, dadágya, brej, dadágya. Anona, Most elköszönünk egy rövid időre, de ahogy már az körülbelül olyan fél órával ezelőtt, vagy egy órával, vagy ki tudja mennyi idővel ezelőtt mondtam, semmi értelme kapcsolgatni a televíziót. Vissza fogunk jönni. Nézzék továbbra is az RTL klubot. Na ugye, itt vagyunk. És ez még mindig a heti hetes, és még mindig szilveszter este, még mindig az RTL klubot. És egy levelet. Érkezett egy levél. Szevasz, Jenő!
Tulajdonképpen azért írok, mert kifejezetten tetszik a műsorod, habár te szerintem csupán statiszta vagy a saját műsorodban. Jól lesz. Szó szerint, ne? Ne is olvasd tovább, ez így rendben van. Látja a helyzetet. Nevet sértésnek a kritikát, de azt hiszem építő jellegű kritikát még egy bankrablótól is el lehet fogadni. Egy üvegkalitka-szerű micsodában tengetem napjaim, néha bejön egy-két nagykutya, megbámulnak, mint a cápát az akváriumban, és fölteszik a költői kérdést, hogy van-e panaszom, meg ehhez hasonló ökörségeket. Arra kérlek, ha nem esik nehezedre, akkor legalább szavakban küldj egy üveg viszkit. Ajánlok egy fogadást. Ha még 2 évig vezeted ezt a műsort, küldök neked 1 láda viszkit. Ha nem, te jössz nekem 2 ládával, de hidd el, ha én vesztek, betartom a szavam, még ha a börtön pénztárát is kell megcsapolnom. Őszinte tisztelettel, Ambrus Attila. Azért a... Most ezt a levelet szólni azért ennek a közjegyzőnőnek, hogy akkor na most ezt a levelet, hogyha hitelesíteni a levelet, körpecsétjével és aláírásával. Drága Sanyikám, ezt a levelet elküldtük dr. Magyar Györgynek, az igazi viszkis rablónak az ügyvédjének, és ő hitelesítette. De látod, a Jenőnek kik írnak ki, mi látod? Nekem most írt Attila, a Sharon Stone, de mondjuk jó eset, de megszoktam. Várjál, üzen az Attila. Igen, üzen az Attilának. Hát üzenj az Attilának. Haverod, üzenj Attila. Neki. Attilának üzenem, hogy igazából egy bankrablótól nem szeretnék kikapni. Veszteni meg aztán végképp nem. Kemény volt, Jenő. Hogy mire oda küldenéd a viszkit, amit elvesztesz a fogadásra, nem biztos, hogy az Ambrus ott van már. De mi se, hogy itt vagyunk. De egyet elfelejtettél. Valahogy nem, hát a vége az gyakorlatilag egy ilyen Larichev szöveges példa. Tehát, hogyha 2 év múlva én még ott leszek, te 2 viszkit küldesz, mert én az üvegketrecbe ülök, szóval én elvesztettem ott a fogadást. De én szóba, én nekem azt mondta, hogy szóba küldjek egy üvegviszkit. Most meg azt mondja, de visszatérve a műsor szerkezetére, végre egy műfaj, ahol cenzúra nélkül lehet beszélni, és ami legjobb az egészben az, hogy a pökhendis stílustalan kormánypárti politikusokat górcső alá lehet venni. Hát ez egy bankrabló! Jani, maradjunk ki ebből. Mint egy 30 fegyvert... Mikor voltam én benne? Nem volt. Nem. Mi az, amivel elegánsan, nem így? De Imi, hogy kell szóban küldeni? Nem tudom. Most kell szóba küldeni egy üveg viszkit? Ne dőj be. Mert az egy üveg viszkit. A bajonok itt. Miért kell szóba? Elég, ha rálehelek. Hát mit kell? Én hozom a szódát, ő a viszkit. Tasnádi Péter ebédjét. Tasnádi Péter, picit jöjjön közel. Mi, meg akarod nézni, hogy melyik olvassál! Tasnádi Péter ebédjét a Váci börtönből szállították Mária Nostrára, közben kiült, mivel helyben nem tudtak neki kóser ételt főzni. Az ismert vállalkozó előzőleg Gödöllőn volt előzetes letartóztatásban, ott nem volt probléma, Fröhlich főrabbi is ellenőrizhette az étkek elkészítését. Ám Vácot csak 320 forintból tudták kihozni a napi adagot, és mivel csak 160 forint jut egy rabra, most... De ez most véletlenül, de most amiben nem tudom olvasni. Kivágják. Én már ilyeneket tud a Jenő már, ilyeneket. Ezt nem vágják ki, ezt nem vágják ki. Én ragaszkodom. Most végre elintéztük, hogy a Jenő ne legyen tovább műsorvezető. Ez tényként. Ez csak a Jenő műveltséget mutatja. Bizony. A rab rábit akartam. Talán Vácot csak 320 forintból tudták kihozni a napi adagot is, mivel csak 160 forint jut egy rabra. Most Zuglóból szállítja neki a BV az ételt. De azt nem értem, hogy hogy volt a Fröhlich főről, a főrabbi az és postot? És ellenőrizte. Én bekerülök Mária Nostrára. Hát neked nem a főrabbi. Az esztergomi bíboros egyből telefonál, hogy betartják-e a pénteki húsmentes napot a havasnál. Ezt egyébként mi is szeretnénk elképzelni, hogy te egyszer bekerülsz Mária Nostrára.
Hát de ha már ilyen kóser érkezési szokásoknál vagyunk. Miután zsidózásról van szó, Gábor nyugodtan hátrább állhat. Ettől nem tud megvédeni engem. Tessék maradjon. A Magyar Húsiparosok Szövetségének tagjai szerint a boltokba és néhány áruházláncban gyanúsan olcsó virsliket árultak. Egyes cégek ezért feliratozott műbélbe hozták forgalomba. Feliratozott? Várjál. Süketeknek külön csatorna. Szóval feliratozott műbélbe hozták forgalomba virsliüket. Hogy a vevők meg tudják különböztetni a rossz minőségű terméket. Igen, hát most a bajorra mit írjunk rá? Hát nézd, az enyémben az van írva, hogy poj. Na most ilyen nagyobb kariberű embereknél ki lehet olvasni, hogy Konstantinápoly, tudod? De hetedik varjú csapkod? Mintegy 30 fegyvert vittek el a Teve utcai főkapitányság közelébe lévő fegyvertboltból. Ezek nem írtak levelet neked? A három fiatal fegyvernek látszó tárgyal rontott az Angyalföldi úti üzletbe. A 61 éves tulajdonost megverték, aki egy székkel védekezett, melyet az egyik rabló fejéhez vágott. Széknek látszó tárgyal, talán úgy. De Mári Antonett, az egy híres fegyvergyáról. Azért ugye ez a bizonyos Tribuszerné szindróma, amelyről már ejtettünk szót el hasábokon néhány alkalommal, amelyre én ugye azt a metaforát meséltem volt el kamaszkoromból, amikor a csuklós buszon én nem vettem jegyet, viszont az ülő kalauz mellé álltam. Erre emlékszem. Mint a malett volt. Milyen helyes kis történet volt? Bizony, hát csak tudom, a végén. Benne maradt-e a műsorban, ha esetleg nem maradt volna benne, mondd akkor én elmondanám így. Tehát az volt a lényege, hogy a kalauznőnek eszébe se jutott, hogy valaki olyan szemtelen legyen, hogy a hóna alatt állva nem vesz jegyet, hanem sőt, én egy picit degecre bejelentkeztem egy hangyányit idéglenesen, így mutattam a kalauznőnek, hogy a jambósot még a sarokban, tehát picit őket most lebuktattam. Mi nem érthető. Hogy miért meséled ezeket, el? Hát. Azt akarom mondani... Nem, hogy nem a saját műsorban hogy... meséled ezeket. Mert onnan már kivágták. Na ezért nem járok ide! Mert hogyha a ti műsorotokban nem jót hozok, ugye tehát gyors, de elmesélem én neked, ide figyelj. Jaj, hogy a Irák átlőtt rajta. Hát azért bocsánat, van egy diplomát, hogy egy igazi parasztember nem adja kölcsön a kasszát, ugye? Tehát az egyik széke elmegy a másikhoz, és azt mondja, hogy Áron, add kölcsön a kasszát. Balázs. Ha én neked most kölcsön adom a kaszát, azt gondolod, rossz gazda vagyok. Ha nem adom kölcsön a kaszát, azt gondolod, irigy vagyok. Ezért Balázs, elmészte a jó büdös p***t. Valami nem értett. Nem, hát hogyha itt tart mondok, akkor miért nem ott mondom el? Hát ilyen hülyeséget, nem tudok rossz lenni. Franciás nevelést kaptam. Az első francia az ott, hogy lörámolni, nem is ez a lényeg, hanem hogy ez amit hallottam, ez jó hallottam, én először vagyok a műsorban. Létezik, hogy azt mondta, hogy kasza? Hihetetlen. Hihetetlen. Várjál, na most ezt el kell mondanom. A Bubi végre menyasszonyhoz jutott. Ez már... Három megalázó látogatást tettünk a menyasszonynál. Nyöszörgés, körszimatolás. De hát, hogy maradjunk a Teve utcánál, esemény nem történt. A hölgy gazdája már mondja, hogy nem tudom, tudom-e, már a második eset után, hogy a kutya idomul a gazdájához. Ja, mondom, köszönöm szépen, és így három este szóvisztunk haza Bubival, megalázottam, mint két impotens férfi ember. Míg nem negyed napra, amint a költő nem mondja, mert ő harmadnapot emleget, említettem volt, hogy talán fordítsuk meg a dolgot, hazai pályán talán Bubi erősebb lesz. Ez általában nálunk fordítva van, mi hazai pályán vagyunk gyengébbek, és a szabadon választott gyakorlatok, illetve... Én nekem minden. A csumi után... A csumi után könnyebben megy az alakárt. No de, végre sikerült nálunk a dolog, és ennek a barátomnak, aki a kutya, ott volt egy ilyen 9 év körüli kislánya. És hát én már legnagyobb, hogy hát talán nem kéne, aki gyere itt, egy, van egy kis... Nem az volt az édes, hanem úgy próbáltam, hát azért én sem nagyon néztem oda, tehát azért mégis a kutyában no, az nem, nem, nem. Neki ott volt a gyerek, hagyjad már. Tényleg ő egy volt. És a szegény menyasszony, az jó nagyokat nyögött, miközben Bubi, hát végig. Hát mert így szokás. De nagyon fájdalmasan, nem kéjesen, ahogy mi magyar hangja volt ideális esetben.
És erre megszólal a kislány, azt mondja, hát biztos azért nyög, mert még szűz. Ez egy érdekes dolog ez a nyögi, és egy rendőr barátom mesélt, hogy egy ismerős a felesége volt, és a nő egyszer úgy megszólalt egyszer, hogy nyöszörögött, azt mondja, mi van édes, fáj? Szóval nem, fordítva ellenkezők, jáfanak, nincs semmi értelme. Csak így előjött a szembe, hogy jáf. Na, azért... Orbán Viktor egy régi katonatársa elmesélte, hogy 1982-ben Orbán stoppal akart hazaszökni, ám amikor egy magasrangú tisztelt meg az integető bakának a búzamezőn átoldott kereket. Ez volt az a vezérkari főnök, akit tavaly kirúgtak. Csak mostanáig állt vele. Már hülye vagyok, már röhögök itt minden. Abban az esetben, ha Tordján József földművelősígyű miniszter államfőnek jelölik, majd megválasztják, négy kisgazda politikus pályázhat eséllyel a pártelnöki székre. Bánk Attila frakcióvezető, Gyimóti Géza, a kisgazdapárt és az országgyűlés alelnöke, Lányi Zsolt, az FKGP alelnöke, az országgyűlés honvédelmi bizottságának elnöke, és Szabó János, a kisgazdapárt főtitkár helyettese, honvédelmi miniszter. Szerintem ragaszkodjunk ahhoz, hogy a Pepó legyen, mert akkor valami haszna a népnek is lenne. Addig sem miniszter. Nem, tényleg azért... Szóval irigylésre méltó helyzetben van tényleg az a párt, aki négy ennyire egyforma képességű favoritot ki tud állítani. Évek óta a Naomi Campbellre gondolok, én annyira... Nektek fura ízlésetek van, mert... Naomi Campbell az olyan gyönge, most néztem a Playboy-t. Nagyon, jaj, hát én is egy viccből mondtam. Egy hány inger, komolyan. Hát az Ulva Mónika hadszor neked. Nézd meg a magyar színésznőket, az igen. Esküszöm, az Ulva Mónika hadszor megverte. Nem úgy, hogy? Százon? Nem, előző számban. Nem tetszett látni az Ulva Mónikát, gyönyörű. Viszont itt elhangzott a Playboy. Élet és irodalma, az igen. De Playboy, hát hülye vagyok. Minden nap bezárkózom éjszaka az élet és irodalomban. És megnézed a Tardói Gizella portfólióját. Videó kazettán kiadják Dajcs Tamás és Kovács Attila nyilatkozatait a luminózus futballháborúban. Van már most lehet venni? A hírek... Nálad? Kedeket kell adnia? A hírek szerint eddig sosem látott és hallott felvételeket is nyilvánosságra hoznak nem, majd. Nem, akkor is. Szóval mindegy. De fontos, hogy halljam a hangjukat. Nekem már megvan. Úgy járnak a szomszédok hozzá, mint a 60-as években tévén. Csak nem mondom meg, hogy mi a vége. Ember próbál kedveskedni. Nem tudom, megfigyeltétek, hogy próbálok úgy kedveskedni minden, és a Jani a dupláját teszi rá mindig. Én nem tudom, hogy... De nem, mert én őszinte vagyok, te meg próbálsz. Nagyon nagy különbség, hogy nekem innen jön, neked meg... Nekem is megjelent különben egy kazettám, videókazettám. Bajor néven. Amerika legújabb szuperhőse egy 9300 éves csontváz. Dögöljön meg! Lottó megy ez így, majd nem szórakozunk. A tudósok megállapították róla, hogy nem indián. Ki mondta, hogy az? Ne zsidózzunk! Elnézést! 50-es években találtak természetesen Egyiptomba egy múmiát, és nem tudták. Pontosan bevitték, hogy az angol British Múzeumban, és mondták, hogy körülbelül 4-5 ezer, de ez így nem lehet, körülbelül. Elvitték a francia múzeumban, ugye, ott is mondták, hogy 4500, de elkerült ugye Savieskom Sajúze, ott bement, sőt, hogy 4750 éves, 3 hónapos, 2 napos és 4 órás. Honnan tudták? Bevallotta. Az egyik magazin olvasói kedvencüknek Zambó Jimmy-t és Lagzi Lajcsit választották.
Ám jutott díj Bajor Imrének is. Abban a kattát nem jutott, ám jutott díj, nicht for them járókelő, hanem az év színésze kategóriájában olyan év is volt, olyan év is volt. 121.678 szavak. Köszönöm szépen. És igazságtalan lennék, ha nem mondanám el a második helyzetet, Gázöldi János. Most egy rövid időre megint eltűnünk, aztán biztos, hogy visszajövünk. Már megint jó estét itt a stúdióban ülőknek és a képernyő előtt is. Hát akkor folytassuk, ahol abba hagytuk. Egy 36 éves spanyol férfit, de nem is. Először egy e-mailt olvasok fel. Hát így van. Szóljon, mint a spanyolokkal. Spanyol férfiről. Spanyol. Kinek hiányzik? Szia Jenő, szeretném megtudni, hogy a műsor mikor tart nyári szünetet, mert akkor úgy időzíteném a nyaralást, hogy ne maradjak le semmiről. Üdvözlettel Hegyi Csaba. Ilyen problémája egyébként az Ambrus Attilának nincs. Taxival jöttem, nézegettem még a híreket. Vezet a sofőr, azt mondja, nem mondtam RTL-be, Fehérvári útra megyek. Szóval heti hetes felvétel, ez, igen, ezt megkérhetem valamire? Hát parancsoljon. Az a helyzet, azt mondja, hogy a feleségem válni akar tőlem, de ne tudjak innen elmenni, ha nem igaz. A feleségem válni akar tőlem, és nem lehetne, hogy bemondaná, hogy jött egy taxisofőrrel, aki nagyon szereti a feleségét, hogy ne váljon el, mert mindig nézi magukat, és akkor talán nem válik el tőlem, hogyha maguk bemondják, hogy ne váljon el tőlem. Gyönyörű történet. Nem szép? Nagyon. Nem tudom, a hölgy otthon van-e, nézi most a műsort. Én nem ismerem a kedves férjét. Ne váljon el. Még nem. Hamarosan katalógusból választhatjuk ki utódaink tulajdonságait. Nem sokára lehetséges lesz az ember mind a 46 kromoszómájának örökítése. Ha ez megvalósul, fehér szülők gyermeke akár néger is lehet. Tudod, hogy fogjuk hívni a gyereket? Black and white-ban. Black and Decker? Én megmondom őszintén, ha én most legközelebb választhatok megint gyereket, akkor én nem négert választok, én szeretnék egy kis zsidó gyereket. El lehet intézni? Apropó, ebben van a klónozással kapcsolatban, úgy kezdődik a vicc 2000-ben, hogy klón és grün beszélget. Biztos is van ezt a mondat. Ezt egyáltalán nem... Emlékeztek annak idején a 60-as években az egyik legemlékezetesebb ilyen rémhír, ugye hát hiánygazdálkodás volt, hát szerény rémhírekkel dolgoztunk, hogy a Rátonyi Hajninak néger gyereke hogy született, ez? Emlékeztek? Tehát ez bejárta és, a sajtót. És tudod, hogy már milyen nagy a gyerek? Hogy fekete embert akkor azért nem nagyon volt az lehetett. Albert Flóriáról is egy ugyanilyen. Lehetett látni, de Pista, hadd keresítsem le egy picit ezt, mert még egy egészen szerénye már tart a történet. Hogy én tényleg gyerekként nem tudtam elképzelni, hogy a fehér és fekete szülőnek milyen gyereke lesz. Rigó Jancsi. Miután gyakran járt a válaszkertbe, én azt hittem, hogy az csíkos lesz a gyerek. Hát kicsi voltam, az Ebránál ez teljesen logikus. Tehát nem tudtam, hogy egy ilyen helyes kis kapucsinról jön ki belőle, és azt hittem, hogy a gyerek stráfos lesz. Mármint ennek a Hajninak, az egyébként nem létező gyereke. De beszélhetünk az Óriás Bálnáról is. Beszéljünk az Óriás Bálnáról. Nem létezik. Az ország azt mondja a zebrának, azt mondja, te milyen állat vagy? Azt mondja, én vagyok a pampákon a leggyorsabb állat. Azt mondja, és a zebra, és te orszarvú, azt mondja, te mit tudsz, ami olyan különleges? Azt mondja, a pizsamádat majd megmutatom. Apropó, ez egy nagyon aranyos kis történet, hogy megy a nyuszi az erdőbe, és jön vele egy jó, azt mondja, én a nyuszi vagyok, és te ki vagy? Én vagyok a farkaskutya. Az hogy van? Apám farkas volt, anyám kutya, illetem farkaskutya. Jaj! Megy tovább, jön egy másik. Hát én a nyuszi vagyok, és te... Én vagyok az összvér. Az hogy van? Apám ló volt, anyám csacsi, így lettem összvér. Mert te csak... Hát te ki vagy, én a nyuszi vagyok. Én meg a lódarás. Ennyi a kurva anyádba. Én
Egészen mostanáig mindig az izgatott ebben a műsorban, hogy mit vágnak ki. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mi marad benne belőle. Nem, hogy a viccmesélés szubhumán kategóriájából most már próbáljunk kievezni. Helmut Kohl. Szubhumán, ez jó, ez egy új latin szó. Igen. Helmut Kohl egykori német kancellár beismerte, hogy hibát követett el, amikor 1993 és 1998 között 1,5-2 millió márkát fogadott el pártja nevében. Igen, mert 6-ot kellett volna kérni. Az összegeket a kampány javára titkos számlákra helyezte el. Akkor a görögök sikkasztottak. Most ugye a németekről tudjuk meg azt. És még ha mesélnék neked az afgánokról is. Igen, csak itt is az a helyzet, hogy meg kellett várni, mire megbukik, hogy belássa, hogy hibát követett el. Igen. És megy az idő ebben, ugye? Mindegy, én ráérek. Megint belemegyünk egy olyan területre, ahol nem szabad. Ne veséljem el az óriás bánát, tehát hogyha csak én ezt, hogyha így ilyen kis hiátusz jelentkezik, akkor... Ezt én szívesen elmondanám. De haladjuk tovább. Mobidik? Igen. Nem, Helmut Kohl után ez jó lenne a bálnát. A 63-ban a kitömött óriás bálnát körbehurcolták az országba, de nem akarok rátelepedni a műsorra. Ne viccelj, óriás bálna, tessék. Nem. De, ez egy hosszabb történet. Annyira érdekel. Nagyon röviden szokott, de hát most belefér, hogy egyszer egy kicsit hosszabb. De Henrik, te meg összebeszéltél a halvaggal? Mert? Kérdező. Mi ez a gyűrködés? Ez a névjegyem. Mindig elolvasom, hogy dr. Havas Henrik egyetemi oktató, hogy el ne felejtsem, ki vagyok. Doktor vagy? Nem, csak hát így első látásra állt. Albert Einsteint választotta az évszázad emberének az amerikai Time magazin, akiről kevesen tudják, hogy nem valami sokra tartotta a nőket. Ezen indultál te is, Imi? Mi? Ezzel lettél első, vagy? Nem, hát ez a... Hát Jancsi, ez egy olyan dolog, hogy lehet, hogy az Einstein az, de... Félértés van, tehát ő nem buzi volt, hát csak azt gondolta, hogy a férfiak okosabbak, mint a nők. Tehát ez egy... De is mondhat, ez volt. Nem. A nők azt mondják, hogy ilyet csak egy buzi volt. Köszönöm szépen. És milyen sikered van, Sanyi? Ez itt a másság műszora. Hallgassanak minket. Hallgassanak, ne menjenek el, megolvadt a beton is. Személyszámom másfélen indul. Kis csacsi. Három ilyen másfele személyszámú beszélgetés. Te mi szeretnél lenne újra születni? Ja, Isten, kis virágocska lennék, kinyílnék, és a kis bibémre rászállna a Zümike, és beporoznak mindent a rétem. És te mi szeretnél lenni, meg Zümike? Zümikéznék, rátszállnék, beporoznának, vinném a kis bibémet, a porockát, a bevafullánk, a másik bibémet. Isten! És te mi szeretnél lenni, Dénecske? Én mentőautó. Micsoda? Hát gondold még, hátul teljesen kinyitnak. Betesznek egy egész manust, és úgy megyek még a városra, hogy Elmebeteg vagy. Anyám nem érve, fölhívnám telefonon. Most megmondanálak neki. Mondjuk az Einsteinről nem túl sok szó esett, tehát, mert ez volt a... Mert ez relatív, mert ez volt a trambulin, tehát hogy ezt finoman érzékeljük itten. 100 kilós háborús lövedéket találtak a Széchenyi fürdő medencéjének felújítása közben. Istenem, mekkora duranász lehetett. A lövedék 16 kg robbanó anyagot tartalmazott, mely igen nagy kárt okozhatott volna, ha felrobban. 400 seg repül a levegőbe. Az az én napom. Menjünk ki ebből a képet. Levettem a nyakkendőmet, mindenki rosszalkodik.
Törökországban 6-10 éves áll a bíróság elé, akik engedély nélkül tüntettek iskolájuk előtt. A krónikus tanárhiány miatt tiltakoztak. Annak idején, ha nem jött be a tanár, nem nagyon tüntettünk. Tehát mennyi kis Steinmann van Törökországban, ezt eddig nem tudtuk, hogy tessék minket tanítani. Ott pogóznak az iskola előtt, nemhogy bombariadót szerveznének. A Petőfi adó lesz az Y2K szükségadó. Kapcsford, köbiki. Nem csak mondom Y. Ha az évszámváltás miatt bármi probléma adódik, mert a Petőfit az Antenna Hungária minden körülmények között tudja működtetni. A kormányzati információs központ egyébként 8 tévécsatornát és 12 rádióadót is figyel, különös tekintettel azon földrészekre, ahol hamarabb lesz a dátumváltás, és az esetleges problémákkal előbb találkozhatnak. Azt olvastam az újságban, hogy nem szabad éjfél után telefonálni sehova, mert lehet, hogy olyan számlát kapsz, amiben kiszámlázzák, mintha 99 évig egyfolytában telefonáltál. Japánban arra kérik a lakosságot, hogy a dátumváltáskor bekövetkező esetleges számítógépes problémák miatt 3 napi élelemmel rendelkezzenek a lakosok. Német áruházak kurblis mosógépeket is árulnak, ha úgy adódna, hogy kimarad az áramszolgáltatás a dátumváltás után. Itt jön elő ez a német higiéniai téboly, ugye? Hát azért most egy hétig nem mosod ki a gatyádat, mi történik, de... Oda dobod a sarokba, ezt nem bírják idegekkel, rögtön kurblizni kell a gatyamosót. Én egy kurblis televíziót vennék magamnak, és akkor utána megtekerném az erős anyagot. A kurblis televíziót azt úgy hívják, hogy ki... Az volt régen, azt úgy hívták, hogy... Nem, ő jó tempóba beletapsoltatott, ez az érzékeny kedves ember, aki nekem is szokott időnként segíteni. A kurblis frigider az milyen? Nem, volt régen is kurblis, ez úgy, hogy kintorna, de mindegy, szóval. Na. Görög vámtisztek az albán-görög határól lefoglalták Spartak Poci, albán belügyminiszter gépkocsiját, mert a jármű lopott volt. Igen. A jármű lopott volt. Poci 2 napos hivatalos látogatásra járt Görögországban, ahol vendéglátójával Mihalis görög közrendészeti miniszterrel szerződést írt alá a közös határon tartandó rendőrségi ellenőrzések szigarítására. Tudja azt, hogy micsoda veszélyeket rejt lopott autóval közlekedni. Tehát ő belülről, ugye, ahogy a költő mondja, az én vezérem bensőmből vezérel. Ugye, tehát az igazi értékli belügyminiszter, ugye, hát az belülről látja az ilyen típusú problémákat, és természetesen, hogy ezt a fajta biztonságot így erősíteni. És végül is így van a mondatok vége, tehát... Igen, igen, és köszönöm szépen, tehát pont is... Igen, csak letettük, igen. Abszolút rendben van. Na most pontozzunk. Főkomanajn kivitte. Utolsó hír, de hát itt van ötödik. Ez a, ötödik. Miért loptál ez a hisztoforoszt? Nem mindegy, ezt nem adjon meg. Mondd ki. Csücsöli kettőt, ezt menjünk tovább. Nem csak, mert... 5 kínai szökött meg a Ferihegyi tranzitváróból az álmennyezet megbontásával. Észrevétlenül tudták elhagyni a repülőtér területét, annak ellenére, hogy a biztonsági kerítés olyan érzékeny, hogyha valaki egy méterre megközelíti, jelzi azt. Menekülnek. Innen... Akkor nem, de hát most speciál, hogy 1 milliárd kínaiból 5 nem tűnik fel. Ezt én úgy speciál megértem. Egyszer jöttem be... A határon, Ferihegyen, és a határőr megfogta útlevelemet, és elkezdte baromian lapozni, nézett engem, nézte aláírás, hogy ez milyen aláírás. Az, már 10 percre nézett, mondom, uram, értse meg, még ha kifelé nézné, azt mondom, rendben van, de ebbe a büdös kócerályba ember beszökni nem akar. Hát mi a túrót néz annyit? Hát ki akart ide beszökni 15 évvel ezelőtt? Senki. Most már akarnak, de most már ők is rájöttek, most már szöktek is elfele. Az Autósok Érdekvédelmi Szövetségének elnöke szerint sok cég él a kátyúból. Ezért aztán nekik érdekük, hogy nagy javítások helyett a lyukakat tömködjék jó pénzért. Egyébként a hírnek az a lényege, hogy az Autósok Érdekvédelmi Szövetség... Na most nekünk például a Pistával köztudomással nincs jogosítványunk, viszont a hír utolsó része, mi a kettőnkre igaz, jó pénzért a lyukakat tömködjék. Ez például teljes mértékben így rendben. Te pénzt kérsz? Jó, hogy? Pénzt kérsz? Most már tehát... Hát
Én kérnék, mert gyorsan nem adnak a lyuk tömködésére, az a baj. Az orvosokra is ezt lehetne mondani, ők is abban érdekeltek, hogy, hogy döglődjünk, nem? Mert különben mire van szükség. Na de tényleg, szóval igaza van Henriknek abban, hogy én is akárhányszor kicsit belekerültem a magyar egészségügy darálójába, mindig az volt a benyomásom, hogy az a lényege, hogy onnan soha büdös életbe kéne kerülni. Tehát például a sportkórházban, én megtudtam, hogy a sportkórház miért sportkórház. Azért sportkórház, mert azt gondolnád, hogyha mint kis bicebóca ugye az Eres Sodorván 12 kg fekvő gipszel a lábadon végre megpróbálsz kigyesszelni a zuhanyba, hogy a Túró Rudit a természet ajándékát eltávolítsd. Jó akkor, étvágyat, kívánok! Akkor szépen. Azt gondolnád, hogy egy invalidus kórházban besülyeztik a zuhanytálat, hogy abba te bele tudjál kompatibilisen, ahogy ma mondják, simulni. De ha már nem süllyesztik be, nem rakják három sor metlahira, szaknyelven metlaki, ami 30 centi, tehát 52-t kell ugrani egy lábról. Ezt nagyon kevesen. Tehát azok mennek valamelyik másik gipszelő rendszerbe, ott rányítják az ablakot. Engem majdnem leborítottak, mert itt a pavilonok között ilyen rettenetes hidegbe kellett vinni különböző vizsgálatokra. Hát ez a csokor, amit most felolvastál, ez így összegezi tulajdonképpen az 1999-es év valamennyi társadalmi, politikai és közéleti problémáját. Ezt most kipellengéreztük, és talán most már jöhet a show. Most elköszönünk, de ígérem, hogy ma este még jó néhányszor visszajövünk. A heti hetest valamikor szeptember környékén elkezdtük 6 kedves barátommal, és már akkor is fantasztikus sikereket értünk el, de volt néhány néző, aki lemaradt néhány pillanatról valamelyik műsorból. Így aztán úgy gondoltuk, hogy 1999 végén átnyújtunk önöknek az elmúlt 15 adás leges, legjobb pillanataiból néhányat. Fogadják szeretettel. A nézőknek szeretném felhívni a figyelmét, tényleg ne röhögjenek ilyen olcsó viccekkel. Szóval tényleg csak azon röhögjenek, ami tényleg jó. Szóval itt mindenféle ilyen... Mi megmondjuk, hogy mert mi már tudjuk, mert nekünk már megmondták máskor. Hogy most mind szabad nevetni. De Magyarországon szólásszabadság van. Ellentétben Angliával. Ahol a szólás utáni szabadság van. Bizonyos helyeken például az úgynevezett ráutaló magatartás is tiltott. Nem tudom, egy barátom mesélte, hogy egy, neki is volt egy barátja, aki így megállt, és... Na igen! Tájra ment a történet, igen. Mi volt eddig? A barátod barátjával. Bevitték a... oda az út mellé, és kérdezte a nőtől, hogy gumival vagy gumi nélkül, mert mondta... Mit mondtál neki? Mondta felcsillanó szemmel a barátom. Gumi nélkül. Racsolt? A nővel? Megszólalt. Nem tudod már akkor a... szabatosan beszélni, ugye? Mert már... A gumival vagy gumi nélkül mondta, hogy gumi nélkül, mert kiugrott négy malcot ember, és leszerelte a gumiait. No. Mikes Lillával folytatott színpadi beszélgetés során a koronapódium közönsége egy kávéházi asztal intimitásában ismerheti meg szeretett miniszterét. Hát akkor én elindulok, hogy odaérjük. Szerintem, most gondoljatok bele, most megy két, mondjuk, nem tudom, vezető politikus, megy az utcán, mondjuk sétálgatnak. Ez már elképzelhetetlen. Megy a két politikus az autón. Jó, de mondjuk ülnek ezzel. Azt mondja, az egyik a másiknak. Tehát arra, hogy éppen azon gondolkozom, Gézám, hogy a költészet már a miénk. Azt mondja, mellett, hogy... itt a koronád. Azt mondja, másik, tényleg milyen igazad van. És mi akkor ő tulajdonképpen azzal, hogy elmondja a kedvenc költői, ő csak terelget minket, nem? Szóval te olvashat mást, csak ő nem örül neki. Képzeljétek el ezt a türelmi zónát, ugye, ha nem lesz, akkor ugye van ez a rendelet, ugye, hogy 200 méterre nem lehet lenni ennek, annak, amannak. 300. Na jó. Na jó járatosak. És képzeld, de ülnek a... Méterű méterek. Tedi kapott 100 méter kedvezményt. Hát
De képzeljétek el, a pasas ott már gombolja magát, és a Csai kezébe térképpel azt mondja, menjünk jobbra, nem megyünk. 180 méterre templom, menjünk balra, nem. Ott 200 méterre pártház, akkor... Menjünk előre, nem lehet, ott iskola van 150 méter, akkor próbáljuk meg hátulról. Van egy másik hír, hogy a siófoki labdarúgók, úgy ahogy van, mind a 19-en beteget jelentettek a Nyíregyháza mérkőzés előtt. És? Bimbó kapitány. Mi a probléma? Úgy lefették magukat, hogy a sportorvos is benne volt, úgymond a buliba. Vitték a papír. Milyen buliba? Or, sportorvos soha nem hazudik. A bimbónak ülőideg érzékenysége volt. Az kell is olyan, az olyan, mint egy török. Török se hazudik. Kíváncsi, hogy mikor fogsz eljutni, hogy a politikusok nem hazudnak? Vagy ez kizárt dolog? Pillanat, ezt most gondolják utána, hogy a régi politikusok hazudtak? Hazudtak. Hazudtak. Mind. Ezek drága csillagok. Innen is csókolom. Engem nem fognak miattatok leültetni, ez biztos. A bimbo... A rendőr se hazudik. És a bimbo, az a bimbo a csapatkapitány, aki jó. Hogy te, a bimbót? A bimbót? Hát így van előttem, gyerekek. Puskás, hidegkuti, bimbó. Oda jött hozzám valaki, egy közéleti személyiség, nem, nagyon tetszik nekem is, hogy azt mondta, hogy Pista, hát... Melyik a... Amilyet a múltkor mondtál, azt mondja, hát olyat nem mondjál többen. Te azt mondta, hogy a nemekkel nem lehet viccelni. De ne haragudjál, hogy cirkuszban három bócot úgy hívnak, hogy Simicska, Burillák, Pelikán, én nem csodálkozom. Szervus Simicska! Szervus Burillák! Hát a Pelikán hol van? Ez nem is lehet már. Csak... Nem? Minket érdekel a foci a Jenővel, és rögtön mond egy foci... Nem ír... csak benneteket a Jenővel, még mást is érdekel a foci. Nagyon sokakat érdekel a foci. Most már egyre jobban engem is érdekel a foci. Engem nagyon érdekel. Én azt hiszem, hogy beszálltál a verebeshez mutogatni te is. Nem, én így mutogattam. Ja, kérek még egy focis hírt. Egy német hölgy fél oldala lebénult, mert szeretkezés közben leesett az ágyról. A biztosító nem akar fizetni, szerintük ez nem igazi baleset. Pedig minden megkezdett numera egynek számít. Nálunk oda-haza. És ezt a biztosító is tudja. Ne fejezni, nem muszáj, de amit elkezdtek, az már egynek számít. A biztosító szerintem azért nem akart fizetni, mert nem jól töltötték ki a lapot, mert ilyenkor hát föl kell rajzolni a két az ütközés pontos helyét. Hát ez nem olyan egyszerű. És ki kalapálja ki az asszony seggét, ugye? Kaszkó vagy kötelező, ki volt a hibás. Ezt ismerjétek, amikor elmegy a Pali a szexformot. Ez olyan édes, ezt az egy viccet tudom. Ezt is meg... Én nem tudok vicceket, mert ezt is el fogom szarni, de mindegy. Majd átélem, várjam. Én szeretem a focit. Hogy elmegy a szexorvoshoz, és azt mondja, hogy most már figurácsak, azt mondja, doktor úr, kérem, én már nem tudok úgy figurázni otthon. És azt mondja, hát mi a probléma, uram, mondja el. Doktor úr, kérem, az a helyzet, hogyha én alul vagyok, fulladok, ha fölül vagyok, szédülök, oldalról meg nem látom a tévét. Jó? Hogy röjöghetnek azok, akik most így nézik ezt a műsort? Anyukám, azt egy kicsit ne mozogjál, mert most beszélek, ha... Még a biztosítóval kapcsolatban én nem tudálom, hogy nem fizeti. Olvastátok valaha a budapesti gépjárműveken kifüggesztett hirdetményt a biztosítás feltételeiről? Ilyet csak te olvasod. Pont el, mi van benne? A következőről van szó. Nem. Abban az esetben, hogyha tételezzük fel, hogy átmegy egy vonat a buszon, amin utazol, és valaminek mondjuk levágja. Én a vonaton vagy a buszon vagy? Buszon vagy. Ahogy ismerem magam a buszon. Buszon vagy, buszon? Hogy valaminek levágja. Á,
átültetik, nem érdekel. Nyugalom, de hogyan? Kérlek szépen, a szövegből az derül ki, hogy ott a helyszínen ki kell töltened egy kérvényt. Ez a kérvény alá kell iratnod a buszvezetővel. Ha még él. Majd az nincs beleírva, hogy ha még él. Alá kell iratnod. Majd ezzel és a levágott testrészeddel megjelez, nem hülyéskedek, megjelez a végállomásod. Bemutatod. Aláírjál. És ezzel tudod érvényesíteni az igényt. Megszüntették a fegyelmi vizsgálatot a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója Aradi Csaba ellen, amit egy névtelen levél alapján kezdeményezett a minisztérium. Látod, ebben semmi szólt politika nincs. Ebben semmi politika nincs. Égen világ. Lóvi. Azt jelenti, hogy most már abban sem szakemberek, hogy a szart hogy kell kenni. Tehát, hogy a spakli elhajlik, a vödör kiesik. Végül saját magára megy a szarrá. Végül... Na ezt nehogy ná rám kell. Igen, szakemberek voltak, tudták, hogy kell csinálni. Az MTV1-ről elnöki utasításra eltűnt a TV-maci. Az egyik napilap úgy tudja, novembertől az MTV2-es csatornáján sem lesz. Teljesen igazuk volt különben, szerintem. A legmocskosabb 3x3-as volt. Évtizedek óta köpött a rohadék. De én... És a többi TV maciról nem írnak, hogy azok miért tűntek? A medve végső fokon, hát Oroszországnak a szimbóluma, mint tudjuk. Tehát a TV maci... A TV maci, kérem, hát maga a medve szó is orosz. Milyen lett ez az Oroszország? Tehát gyakorlatilag itt az történt, hogy a TV maci örvén, kérem szépen, évtizedeken keresztül az orosz birodalmi imperializmus mérgét csepegtették a gyermeki szívekben. Kis Manó volt Magyarország, aki oda feküdt is mellé. A pénzügyminisztert és a belügyminisztert az olajhamisítási ügyeket érintő vizsgálati anyag összeállítására utasította Orbán Viktor. Én csak firkálgattam. Erről dumáljatok ti. Hát az újságok mindenféle pletykákat fölvetnek, hogy lehet, hogy a... Azok a újságok, azok a büdös személy. Lehet, hogy a Pintér nagykövet lesz például Izraelben, vagy egy mediterrán országban, nem tudom, Szicíliában, vagy... Nagyon nem mindegy tenni. Most hol lesz ő végül? A Magyar Hírlapban volt a napokban egy érdekes statisztika, hogy 10 nagy olajszőkítés göngyölítettek föl 93 és 96 között, 9 az Alföldön volt, 1 volt a Dunántúlon, Felcsúton. Dögöljek meg, ha értem! Na, dögöljek meg! Ha érted, meg is fogsz dögleni. Ugye Orbán Viktor elindult Angliába az ő csapatával, és gyakorlatilag csak az Orbán Viktor, csak a felesége és csak egy testőr tudott feltett. €200,000 forintot kell fizetnie az Újpestnek, írja az ír Páncsics, írja az újság Páncsics és Poklepovics leköpéséért, viszont az őrizetbe vett 11 szurkoló ellen nem talált elég bizonyítékot a bíróság. Nem akarták a Poklepovicsot leköpni, csak a nevét akarták kimondani. Tordján József miniszter kijelentette, bepereli Friderikus Sándort, mivel a vasárnapesti Friderikus Szubjektívben elhangzott riportot megvágták. Hozzátette még, soha többé nem nyilatkozik a showmannek. 4 órából csináltak 3,5. Kellemetlen. Hát én azt mondom, hogy én úgy tudom, hogy a vágás Oscar-díjat fogja megkapni a Friderikus, ugyanis a tordját megvágni lehetetlen, csak a kommunikátor tudja, hogy bőrlégzéssel végzik. Thank you.
Tornyán József igazi arca a következő. Választási kampányban hírét vette mindenki, hogy Puzsga Imre írja az MDF oktatási programját. Bent volt Tornyán József nálam a keresztűzben, ő nem tudta, hogy utána pedig Posgai a vendég, tehát amikor bent ment a keresztűz, Posgai kint ült az előtérben. És megkérdeztem a végén, hogy és mit szól elnök úr, akkor még csak elnök volt, mit szól elnök úr ahhoz, hogy Posgai Imre az MDF felkérésére részt vett a választási program kidolgozása. Azt mondta, ahogy kell, ezeknek a kommunistáknak a történelem szemétdombján van a helye, és egyáltalán Posgai Imre egy multidő sötét alakja, és elmondtam mindent, amit vártak tőle. Majd kikísértem, kinyitottam az ajtót, ott állt Posgai. Tordján itt csinált. Imre! Dajs Tamás Prágában a Vencel téren megemlékezett a 10 évvel ezelőtti csehszlovákiai bársonyos forradalomra a hétvégén. A miniszter legnagyobb örömét a Vencel téren lévő szoborban lelte. Mint mondta, megtalálta Orbán Dakota közmondásának szereplőit. A hatalmas méretű emlékmű egy fejjel lefele lógatott lovat ábrázol, amelynek hasán ül a lovasa. Világos. Hát csak nehogy aztán ennek alapján egy új sportszövetséget hozzon létre. És ez kötelező legyen így lovagolni innentől. A Gálvölgyi szoktam mondani, hogy szeretem a focit, én meg szeretem a lovit, és én Dakota jellegével nyerte meg a Humor Fesztivált, ugyanis 1956-ban ez volt a kedvenc lovam, egy Dakota nevű ló nyerte meg a Magyar Derbit. Van még egy nagy verseny a lóversenyen, a 4 évesek nagy díja. Ami még a focin kívül érdekel engem, az nagyon a lóverseny. Hallatlanul figyelek, hogy minden szabadat. Édes szívem, én szépen felépítek egy történetet, és te szépen csákánnyal mindazt. Jó. Dakota, 56. 56-ban Dakota nyerte. 68-ban... Mindig beleszólt, ez a baj. Nem bírom, mondd neki, hogy Poklepovics. 68-ban 4 évesek nagy díját ki nyerte? Dakota. Nem, Orbán. És most jön a poén, mind a két lovat Kovács hajtotta. Merebes Istvánnak, tudom, hogy szereti, ha dicsérik, épp ezért írok levelet önnek, írtam egy verset, amit fel fog olvasni a műsorban. Irodalmi értékét tekintve nem ér fel a hétköznapi költők próbálkozásaiban, de talán megér egy országos felolvasás. Íme a vers. A nagy ő. Szombatonként a tévé előtt várom Verebest, a nagy őt. Mosolya, humora úgy megragad, hogy még a lélegzetem is kihagy. Szereti őt még az Orbán is. Hej, Pista, ez normális. A megfigyelési bizottság 7-4 arányban megszavazta Kosztolányi Dénes jelentését. Ma megint egy futball eredmény. Ez egy e-mail? Ez egy már egy hír. Egy hír. Jobb volt a régi 6-3, az bizony. Panaszkodott, 3 hónapja nem eszik a pitonya. Elfogytak a szocialisták. Ez tényleg frankon kígyókat tart? Most már tudom, honnan van a Fidesz. Tordján József az ország állapotát vette figyelembe akkor, amikor lemondott a 413 milliárd forintról. A kisgazdák egyúttal bejelentették, hogy a jövő évi költségvetésben kérik az idén elmaradt összeget. Kezd el újból a hírt? Nem kéne. De kezd el újból a hírt? Meddig? Tordján József az ország állapotát vette figyelembe akkor, amikor lemondott a... Most van vége. Ebben az évezredben még egyszer találkozunk, és ez nem volt fenyegetés, csak akkor, hogyha az RTL klubban maradnak. Na, így nem sokkal éjfél előtt, akkor néhány könnyedebb hírrel folytassuk, jó? A fogyasztóvédők ellenőrizték a taxisokat. P. Péter budapesti taxis német turistának nézte az egyik ellenőrt. 4 kilométer megtételéért 18 000 forintot próbált kasszírozni. Az ellenőrök lopott rendszámú
áltaxissal is találkoztak. Nem, taxisnak látszó tárgyal. Annak idején... És, annak oda, idején. És odaadott a Palinak 18 ezer forintnak látszó pénzt. Ami hamis ne? Volt. Ami hamis. Természetesen. Szóval ezt mindig el szoktam mondani, hogy azért Strasznov Ignác utódai azért élnek, egy híres szélhámosról van itt szó. Néhány évvel korábban, amikor a taxiórák egyáltalán megjelentek, akkor egy pofa a Ferihegyen azt mondta, hogy ez egy Németországban vásárolt óra, ami márkába mutatja az összeget, és még nincs átállítva. És az összeg 45-szörösét így szó nélkül ledellázta a csávó, nem tudom, a békeszállónál. Hát annak idején... Abból már lehet tankolni ilyen benzinára. Henrik, amikor te taxis voltál, hogy volt? Nem ezt akartam kérni. Én voltam egyébként taxis is voltam, de maga... Erről beszélj valami. Akkor milyen trükkök voltak? Nem, én Svadban taxisztam, végeztem a munkára. Lopott rendszámú áltaxikkal is találkoztak, most is. Nem, őnek is saját rendszáma volt. Nem, saját autómmal. Én végeztem, hogy kezdő voltam a rádióban, rendkívül keveset kerestem. Te soha nem voltál szóval kezdő, Henrik. Te soha! Te mindig ott! Lényeg, ami lényeg, este 10-kor végeztem a rádióban. Hogy szerezted a kuncsaptokat? Hát gondolom, nem tettél fel ilyen kis taxi. Abban az időben? Hát ne viccelj, Hát nem volt taxi sehol a világon. Hát kevés volt a taxi. De nem tettél föl. 70-es évek végén, hát ne viccelj. És hogy szereted a kuncsaptokat, hogy hát így mentél, hogy nem kell kocsi? Hogy valaki áll, tanácstanul, megálltam. Ja, és megálltam. Akkor igen, mondod, hogy akkor elvinnél. Nem kellett neki kirakni, hát tél volt, és oda volt írva havas taxi. Téle havas. Kész, el volt így. Remek. A Bajóti Boris néni lesz az ország első zászlós anyája. Na hát ez ennyi. Az anyája. Igen. Akinek a kormányfő január 2-án először viszi el a Nemeskürti István által kitalált millenniumi zászlót. Isten, nem tudom, hogy... Később minden település kap ilyen zászlót. Mindent hoznak, visznek. Az nagyon érdekes. Most ugye a koronát átviszik a Nemzeti Múzeumból. Nagyon helyesen. Pápamobilon. Igen, Pápa mobilon. Beviszik a parlamentbe. De most arra gondoltam, hogy ott meg üresen marad a tárló, tehát valamit vagy valakit a parlamentből át kéne vinni a Nemzeti Múzeumban. Hát én azt gondolom, hogy az évezred utolsó heti hetesét jól átvészeltük, remélem, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztak. Én nekem más tisztem igazából nincs, és nem is lehet. Statisztikát csinálni. Hogy végül is összegeztük mindazokat a kérdéseket, amelyek a nagy nyilvánosságot érdeklik. Én azt hittem, egyszer végig tudok mondani. Nem mondhatod, mert én elmondom, hogy beszéltünk portugálokról, luxemburgiakról, spanyolokról, törökök, görögök, albánok, mexikóiak, amerikaiakról, kétszer, kínaiakról, japánokról, franciákról, németekről, indiánokról, kétszer. Volt néhány hazai téma is. Remélem, ez így lesz. Remélem, ez így lesz a jövő évben is. A legközelebbi műsor, a heti hetes műsor itt az RTL Klubban január 8-án lesz, csak hogy el ne felejtsék. Én nagyon szépen megköszönöm a néhány magyar hír kommentálását és a nagyon sok külföldi hír kommentálását mondhatom azt, hogy a barátaimnak. Mondhatod, Jenő, köszönjük mondja, szépen. Legfeljebb majd a tanárunknál mondok egy-két kellemes és kedves szót. Ő is, csak még nem tudod. Rendben van. Önöknek a képernyő előtt nagyon boldog új évet kívánok. Itt a stúdióban meg bulizunk. Boldog új évet!